Az ünnepi időszakban az adventhez, karácsonyhoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások kerülnek a NAV fókuszába. Ilyenek például a fenyőfák, szaloncukrok, játékok és műszaki cikkek értékesítése. A szolgáltatások közül pedig leginkább a személyszállítást és a szépészeti szolgáltatásokat vizsgálja a hivatal. Mindezek mellett az alkoholtermékeket is kiemelten ellenőrzik. Fontos, hogy csak zárjeggyel ellátott terméket lehet belföldön birtokolni és forgalmazni, tájékoztatott a NAV sajtóreferense. Barlai Krisztina Adópercek című műsorunkban figyelmeztetett arra, hogyha az üvegen nincs zárjegy, vagy sérült, esetleg levált, akkor azt nem lehet forgalomba hozni. Abban az esetben, hogyha a kereskedő olyan terméket talál a boltban vagy üzletben, amelyikről leesett ez a zárjegy vagy megsérült, akkor ezeket a termékeket el kell különíteni, ki kell vonni a forgalomból. Ezekről a termékekről leltárt kell készíteni, elektronikus úton el kell küldeni az igénylést az új zárjegyekről. Ezt a NAV alsóvonás J35-ös elektronikus nyomtatványon tehetik meg a kereskedők. Amíg nem történik meg az új zárjegy felhelyezése, addig a termékeket el kell különíteni. A kereskedők és vendéglátósok között nagyon kevés van olyan, aki valóban tudja, hogy mit kell csinálni ilyen helyzetben. Ezért mindig javasolni szoktuk, hogy alaposan tájékozódjanak, például a hivatal honlapján információs füzetek is rendelkezésre állnak, illetve lehet hívni a 1819-es tájékoztató vonalat, ott pedig szóban tudnak tájékoztatást adni a kollégák. Az ellenőrzésekkor rendszeresen találkoznak a revizorok ilyen problémákkal. Ilyen esetekben a mulasztók bírságra számíthatnak. Az adventi időszak után a szilveszterhez kapcsolódóan is folytatódnak a vizsgálatok. Az adóhivatal munkatársai a pirotechnikai eszközök használatára és értékesítésére figyelnek majd. Mindenről pontosan tájékozódhatnak az érintettek a hetente megjelenő adótrafipaxból a NAV honlapján.